Nyílt napot tartottak a Batchelyi János gimnáziumban. Adventre elkészül az intézmény felújított homlokzata. Közmeghallgatást tart Csongrád képviselő testülete november 24-én. A lakosok írásban a polgármesteri hivatal jegyzői irodájában is beadhatják javaslataikat. A szovjet megszállás és a gulág emlékezete címmel tartottak interaktív történelmi előadást a Csemegi Károly könyvtárban. Idén is megtartották a Mártonnapi Vigadalom elnevezésű rendezvényt. Az óvodásokat táncház várta a Kossuth téren. Szombaton adják át a Csongrád-Tiszapart Sportegyesület műfüves pályáját. A bajnokság rangadóját szintén ezen a napon rendezik, a Csongrád a Szentest fogadja. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2016. november 16-án szerdán. Nyílt napot tartottak a Batchelyi János gimnáziumban. Vidékről is sokan érdeklődnek az intézmény képzései iránt. Az iskola homlokzatának felújítási munkálatai a végéhez közelednek. Ha minden jól alakul, akkor az adventi világítást is visszakaphatja a patinás épület. A Batchelyi János gimnázium változatos képzésekkel várja a leendő diákokat. Intézményünkben ebben az évben is megtartottuk nyílt napunkat, aminek külön örültünk, hogy talán még a tavalyi évnél is nagyobb érdeklődésre tett szert. Mi elsősorban a nyílt napjainkon nyílt órákat tartunk, azon órákat tesszük nyíltabbá, amelyeknek a képzéseit ajánljuk figyelmébe az érdeklődő 7., de elsősorban 8. évfolyamos diákoknak, tanulóknak, illetve szüleiknek. A nyílt nap elején egy általános tájékoztatóval kezdtem, ahol felsoroltam, hogy milyen képzéseket indítunk a közeljövőben, illetve milyen lehetőségeket kínálunk a jelenlegi 8. tanulóknak. Elsősorban Csongrád és környékéről, de Szentes és környékéről is érkeztek érdeklődő diákok, szülők. Bízom benne, hogy megtartják ezt az érdeklődésüket, és minél többen a Csongrádi Batchelyi János gimnáziumba jelentkeznek tovább tanulni. És a képzésekről is, hogy melyeket ajánlottuk figyelmükbe. A Reál Gimnáziumi osztálynak 3 tanulmányi terület párosítást ajánlottunk figyelmükbe. Itt a matematika, fizika, a biológia, kémia, a földrajz informatika tagozatot ajánlottuk figyelmükbe. A Humán Gimnáziumi osztályban emelt óraszámban tanulhatják a magyar nyelv és irodalmat, a történelem tantárgyat és az idegen nyelveket, míg az idegenforgalmi gimnáziumi képzésünkön azokat a szakmai tantárgyakat emeltem ki, mint például a gazdasági alapismeretek, gasztronómia, szállodaismeret, marketing, turizmus alapismeretek, és sorolhatnám még az érdeklődésre okot adó tantárgyakat. Ahogy említettem, ezeken az órákon egy picit aktiváltuk is az érdeklődő diákokat, szüleiket. A tapasztalat az, hogy a nap végén mindenki megelégedéssel távozott a Batchelyi gimnáziumból. Ezen a napon az ő útjuk is ide vezetett. Mi egyébként az út a sikeredhez jelszóval hirdetjük képzéseinket, és bízom benne, hogy az útjuk részesei lehetünk a közeljövőben ezeknek az érdeklődő diákoknak. Beszéltünk arról a nap folyamán, és beszélgettünk a diákokkal is, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak a tanórán kívül is, illetve a gimnázium elvégzését követően milyen lehetőségek várnak rájuk a nagybetűs életben, akár az OK és szakma választásig 13.-14. évfolyamon, akár pedig az egyetemi tanulmányok folytatásával is. Beszéltünk arról, hogy milyen iskolai címekkel rendelkezünk, ami akár a diákok érdeklődési körének megfelelően örökös ökoiskola, mentoráló intézményi címmel, referencia intézményként is dolgozunk, Vöröskeresztes Bázisiskola, Pénziránytű Iskola hálózat tagja vagyunk, és a teljesség igénye nélkül említve ezeket, mind-mind olyan plusz lehetőséget biztosítanak a diákjainknak, mint például az ECL nyelvvizsga központ, ami segít megszerezni azt a nyelvtudást, és akár papír alapon nyelvvizsga bizonyítványt is, amely a későbbiekben hasznosíthatnak, akár a szakmájukban, akár egyetemi diploma alapjaként is. Az intézmény homlokzatának felújítási munkálatai a végéhez közelednek. Csongrád város önkormányzatát ebbe az évbe több intézményünk is megkereste, akinél tulajdonosok vagyunk, de nem vagyunk a fenntartók. Ezek közül
különösen is már csak városképi szempontból is nagyon jelentős a gimnázium megkeresése. Kis Attila igazgató úr keresett meg azzal, hogy a fenntartó tudna pénzt adni a homlokzat rekonstrukciójára, hiszen a 2010-ben elvégzett festés, az gyakorlatilag úgy nézett ki már, mint a csipke, tehát teljesen fel volt jőve, láthatóan nem jól sikerült. Az önkormányzat felajánlotta, hogy 50-50%-ban akkor közösen meg lehet ezt finanszírozni. Az egyeztetések során úgy alakult, hogy akkor tehát az anyagköltséget a gimnázium, a kivitelezés költségét pedig az önkormányzat biztosítja, viszont ez azért arányaiban eltolódott. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a képviselőtestület egy jó döntés hozott akkor, amikor ez biztosította a közel 3 millió forintos forrás, 2,6 millió forintos forrást, hiszen a város egyik legjellemzőbb homlokzata fog remélhetőleg úgy megújulni, hogy hosszú ideig nem kell hozzányúlni. Ezért időközben közel 200 000 forint értékben már egy asztalos munkát is engedélyeztünk pótmunkaként, hiszen a felső fa elemek jó része le van törve, javíthatatlan el van használódva, ezeket asztalos munkával pótolják. Illetve kérésünk az volt, hogy azokat az elemeket, ahol most föl vagyunk állványozva, azok megfelelő festésre is kerüljenek. Tavasszal találtunk egymásra, úgymond a Csongrád városi önkormányzattal, illetve a szegedi tankerülettel, miszerint hát mindenki láthatta, hogy hogyan néz ki a gimnázium homlokzata, és hát évek óta nézzük ezt az állapotot, és most úgy néz ki, hogy sikerült összefogni mind a fenntartónak, mind pedig a helyi önkormányzatnak, és örömmel vettük, hogy egy tavasz óta elindult folyamatnak már most a vége felé tartunk, ami azt jelenti, hogy ennek az együttműködés jegyében a fenntartó biztosította a szükséges alapanyagokat ennek a homlokzatfelújításnak a kivitelezésére, illetve a kivitelező vállalkozó kiválasztásában szerepet vállaló helyi önkormányzat segíti ezt a munkát. Biztos vagyok benne, hogy a közel 2 héttel ezelőtt felhúzott állványok és a megérkező munkaerő minőségi munkát végezve, amit zárójelben megjegyzek, hogy mi már megszokhattunk, Bacsányisok, hiszen a természettudományos diáklaboratóriumunkat is ők újították fel, ők készítették el, szintén minőségi munkát hagynak maguk mögött, és akár megújulva így karácsony előtt azt a díszkivilágítást is visszakaphatja a város, illetve a mi intézményünk, amely már sajnos évek óta nem működött. Bízom benne, hogy az adventre, a karácsonyi ünnepekre megszépül a város eme szép épülete is. Csongrád város önkormányzatának képviselő testülete arról értesíti a város lakosságát, illetve a szervezeteket, hogy november 24-én csütörtökön 16 órai kezdettel közmeghallgatást tartanak a Városháza dísztermében. A képviselők azt remélik, hogy a közérdekű javaslatok, bejelentések elősegíthetik Csongrád 2017-es költségvetési döntéseinek megalapozottságát. A kérdéseket, észrevételeket november 24-éig írásban is beadhatják a lakosok a polgármesteri hivatal jegyzőirodájában. Gulág, azaz javító munkatáborok kifejezés alatt a sztálini Szovjetunió egészét behálozó munkatáborrendszerét értjük. A táborokban a sztálini politika bel- és külföldi ellenzőit, hadifoglyokat, más ürüggyel vagy véletlenszerűen elhurcolt polgári lakosokat kemény fizikai munkára fogták. Erről a történelmi időszakról tartottak előadásokat a Csemegi Károly könyvtárban. Háttérben látható, az pedig egy páncélos laktanya volt, és ugye mint minden, majdnem minden gyűjtőtábor, vasúti sín, vagy vasúti csomó. A táborokban napi 10-12 órát dolgoztatták az embereket, miközben élelem és egészségügyi ellátásukról alig gondoskodtak. Feltételezések szerint Sztálin rémuralm alatt körülbelül 20 millióan haltak meg a táborokban. Magyarországról becslések szerint 700 ezer ember deportáltak a gulágra, közülük körülbelül 300 ezer meghalt arabság során. A mai előadásom főképpen, legfőképpen a
magyar hadifoglyók a Szovjetunió kényszermunkatáboraiból szólt. Ezek a GUPFI hadifoglyói és internátügyi főigazgatósága alá tartozó táborokat jelentik, és ugye az volt a kérdés, hogy illetve azt vizsgáltam, hogy a gyűjtőtáborok Magyarországon szovjet fennhatóság alatt, illetve szovjet igazgatás alatt álltak, tehát akkor miért csak a Szovjetunióban levő kényszermunkatáborok jelentik a szovjet hadifogságot, hanem miközben azért a magyar gyűjtőtáborok is szovjet, többségében szovjet igazgatás alatt álltak. Egyáltalán nincsen, és nem volt benne a tankönyvekben ez a téma, nem is lehetett nagyon róla beszélni, ugyanis ugye amikor a hadifoglyokat, internáltakat, majd később az elítélteket is hazaengedik, akkor aláíratnak a többségükkel egy titoktartási lapot, nyilatkozatot, hogyha beszél róla, akkor visszakerülhet. Tehát ezzel fenyegetik őket, és ugye azért mondjuk, aki megjárt a 3-4-5-6 évig, akár, vagy akár csak 2 évig ezeket a munkatáborokat, akár hadifogoly és internátként, akár elítéltként, nem hiszem, hogy vissza szeretett volna kerülni. És nem is beszéltek róla nagyon sokan. Ugye elsősorban, elsőként visszaemlékezések kerültek nyilvánosságra, illetve különböző regényekből lehetett ezekről olvasni, és majd a későbbiekben, ugye, amikor megnyíltak a levéltárak, onnantól kezdve lehet ezt a témát kutatni. És ugye a statisztikában és a számokban máig is vannak viták, de az biztos, hogy az a 600 ezres, 620 ezres számadatnál lejjebb nem lehet menni, tehát annál csak följebb. Nyers anyagot kiszedni a természetből, kiaknázni, azt talán délről behozzák a gyümölcsöt, amit nem a, természetesen nem a hadifoglyok és internáltak kapnak meg, viszont tudnak vele kereskedni. Az ifjúság nem tud róla, és azért is vannak olyan fajta oktatási programok, azért találtam ki például ezt a, hogy a ceglédi hadifogolytábort három dimenzióba felépítsük újra, bemutassuk nekik órákon, hogy egyáltalán tisztában legyenek azzal, hogy milyen körülmények voltak abban az időszakban, illetve azért szeretem azt a fajta az oral history és a, ugye a maga a történeti tényeknek a kevert, illetve bemutatását, ugyanis az oral history, tehát a visszaemlékezések azok, amik vissza tudják adni azt a borzalmat, és talán a diákokat is jobban megérinti, hogyha nem én beszélek róla, hanem a visszaemlékezések beszélnek róla, vagy az interjúk beszélnek róla. Tájékoztatjuk a Csongrád Televízió nézőit, hogy jelenleg műsorainkat a UPC kábelhálózatán digitális set-top boxon az 502-es csatornán is láthatják. A UPC analóg kábelhálózatán a Csongrád Televízió műsora jelenleg még látható, de ez hamarosan meg fog szűnni, és csak digitális formában lesz nézhető, amelyről majd tájékoztatjuk Önöket. Kérjük kedves nézőinket, hogy a UPC kábel televízió ügyfélszolgálatát mielőbb szíveskedjenek felkeresni, hogy set-top boxot kaphassanak a Csongrád TV digitális hozzáféréséhez. Hatodik alkalommal rendezték meg városunkban a Márton napi lámpionos felvonulást. A rendezvény az óvodák kezdeményezésével jött létre. Ilyen jó hangulattal várták az óvisokat és szüleiket a szervezők az önkormányzat előtti téren, több százan gyűltek össze, és a hangulatfelelős táncra hívta az egybegyűlteket. Hatodik alkalommal kerül megrendezésre városunkban a Mártonnapi lámpionos felvonulás és rendezvény. Úgy gondolom, hogy ez már egy szép hagyomány. Az óvodák kezdeményezésére indult. Az óvodákban már előtte is megrendezték és ünnepelték ezt a hagyományos ünnepet. Én úgy gondolom, hogy ez a mai rendezvényünk jó példája a közös szervezésnek, hisz együtt hozjuk most már több éve össze ezt a városi programot a művelődési házzal, a polgármesteri hivatal támogatásával és a zenekar szervezésében egy kis táncházzal. A mai programunk is ez lesz, egy kis zenével, táncházzal indul, majd zsíros kenyeret készítettünk a gyerekeknek. Rajta.
és a zsíros kenyér elfogyasztása után, ha kellően besötétedik, tűzzsonglőrök fogják szórakoztatni a gyerekeket, ami már tavaly is nagy sikert aratott, és egy kicsit az eső közbeszólt. Reméljük, hogy az időjárás is kedvezni fog a mai napra. Köszönöm szépen egyébként támogatóinknak, hogy ezt a rendezvényt meg tudtuk valósítani, valamint a szülőknek, óvónéniknek, akik fölkísérik ideig minden óvodából a gyerekeket, és együtt fognak velünk egy kicsit énekelni, táncolni és ünnepelni. Az előző években is mindig nagyon jó hangulattal telik ez a ünnep. Az időjárás azért sokban befolyásolja, de nagyon sokan veszünk részt, és mindig egy kicsit hiányolják a szülők és a résztvevők, hogy még valami programot és még valami ötletet vigyünk ebbe a mai napba bele. Ez nagyon nehéz, mert az időjárás, említettem, befolyásol bennünket, de ha bárkinek valami jó ötlete van, amivel ezt a rendezvényt szebbé, jobbá és bővíteni tudnánk, akkor örömmel vesszük akár mi az óvodákban, akármelyik tagintézményvezető, vagy a műfházban Dezső Dóra, a műfáz vezetője, szívesen fogadjuk az ötleteket, és akkor jövőre ezeket megpróbáljuk megvalósítani. Szombaton 10 órakor adják át ünnepélyes keretek között a Csongrád Tiszapart Sportegyesület műfüves pályáját. Köszöntőt mond Farkas Sándor országgyűlési képviselő, Bedő Tamás polgármester és Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád megyei igazgatója. Ezen a napon 13 órakor rendezik meg a megye egyes labdarúgó bajnokság rangadóját. A Szentesi Kinizsit látja vendégül a Csongrád, amely a legutóbbi fordulóban elszenvedte első vereségét az Algyő ellen. A csapat azonban így is lista vezető a megye egyes bajnokságban. Az átadó ünnepséget és a mérkőzést is kizárólag a sportutcai bejáraton keresztül tekinthetik meg a szurkolók. Nyílt napot tartottak a Batchenyi János gimnáziumban. Adventre elkészül az intézmény felújított homlokzata. Közmeghallgatást tart Csongrád képviselő testülete november 24-én. A lakosok írásban a polgármesteri hivatal jegyzői irodájában is beadhatják javaslataikat. A szovjet megszállás és a gulág emlékezete címmel tartottak interaktív történelmi előadást a Csemegi Károly könyvtárban. Idén is megtartották a Mártonnapi Vigadalom elnevezésű rendezvényt. Az óvodásokat táncház várta a Kossuth téren. Szombaton adják át a Csongrád Tiszapart Sportegyesület műfüves pályáját. A bajnokság rangadóját szintén ezen a napon rendezik, a Csongrád a Szentest fogadja. Híradóval legközelebb pénteken várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!